A Szénatérről fog indulni október 23-án a békemenet délután 2 órakor. A civil összefogás fóruma által szervezett megmozdulás célja ismét az, hogy kiálljon a kormány és intézkedései mellett. Csizmadia László, a CÖV szóvivője azt mondta, ahogy januárban ismét békevonulásra készülnek a résztvevők, ahol politikai szónoklat nem fog elhangozni. A szervezők hangsúlyozták, a menet üzenete, hogy nem hagyják, hogy Brüsszel és az IMF támadásai csökkentsék a kormány támogatottságát. A békemenethez október 23-án a Munkástanácsok Országos Szövetsége is csatlakozik. A menet 4 órára Kossuth térre érkezik, Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédére. Most abban a mondhatni szerencsés helyzetben vagyunk, hogy előre megmutathatjuk az Uniónak, hogy még mindig nem hagyjuk a kormányt. Ugyanis ne tévedjünk, senkinek ne legyen illúziója, azok után, hogy az Unió ismét megzsarolta Magyarországot és a kormányt, és a kormány erre úgy reagált, hogy azt a bizonyos matolcsi csomagot, amit tegnap kicsomagolt, annak gyakorlatilag minden egyes intézkedésével a zsarolókat sújtja, a háború újra fog kezdődni.